Hogy... Bocsánat. Megvan, meg kell az állam. Bocsánat. Az állam, a színészek, minden, és sokszor őkörüljük ide történetet, talán kérdezik. Én jött a ötlet a stúdiótól, tehát a Hollywoodi rendszerben, azt mondja a Manuel, hogy akkor megcsináljuk a következő izét. És tehát rengeteg ez egy rossz ötlet. Színészek ebből kifolyólag már az egész az elejétől lehet, hogy benne van. Hogyha ő találja ki, vagy egy ilyen állandó kasztjátok ez le is. Az ott őrnek a komat elejétől benne van. Van, amikor rá írni, szerel, sztori hozzá, szólódik, blablabla. Ha nem, akkor csak később jön le a képbe. Megvan a script, valahogyan megszületett a forgatókönyv. Mennél Hollywoodig, annál több változat készül. Újraírják, 100-szor, 200-szor, tesztelik, olvastatják, mert nem akarja a stúdió kockáztatni a pénzt, amit belerak. A bejáratott receptek, a zsánerek, a húzónevek, minden látványzatban van. Úgy olvassák, alakítják, kirúgják a forgatókönyvét, kirúgják a rendezőt, ezért azért ahhoz. Az egészet újraírják, 100-200-szor. Különböző színkódokkal jelölik a forgatókönyvnek a változatait, tehát a végén lesz a zöld, ami mehet forgatásra, és ezt óriási nagy procedúrák után elfogadtatni ilyen exekekkel, olyan exekekkel, meetingek, pitchek, évek, évtized. De van egy forgatókönyv ennek az egésznek a végén, össze kell rárakni a fontos pénzt, össze kell hozni. A projektje válogatja, hogy mennyi drágább, egy európai kisebb kaliberű valami, ahol a színészi játék a lényeg, a kameradra olcsóba, ahol van akció, ahol van CGI, ahol van ez az amaz, egy sci-fi, egy összeszedjük a pénzt, valamit, ezt nem részletezem. Valamikor a színész már így besegít, tehát hogyha egy 24 éven, aztán akkor arra adunk pénzt. Odaérjük, hogy pre-production. Tehát megvan ez a locked down script, úgy nevezik, hogy locked down, le van zárva a script. Össze kell szedni egy core stábot. A rendező, a producer, azok adottak, akár a színész is már, nem biztos, nem mindig. A operatőr ugye nagyon fontos. Különböző departmentok vannak a filmben. A világítás, a kamera, a hang, a díszlet, a kosztüm, a production department, ezek a fő departmentok. Mindegyiknek kell egy helyi csúli, egy fej. Operatőr, kameraoperátor, ezeket meg kell találni, ezekkel elindul egy munka. Egyrészt egy kreatív munka, tehát elkezdjük elemezni a forgatókönyvet, hogy akkor mit, hogy, blablabla. Másrészt egy ilyen production munka, egy ilyen izé, hogy akkor hol, mennyiből, hány napig, hány ember, melyik napra hány ember, mikor, merre, hogy viszik oda a stábot, hogy hozzuk az a stábot. Ki fogja csinálni a cateringet? Minden. Meleg lesz, hideg lesz? Listák készülnek, körületes sok lista. Mikor nem jelenek? Minden jelenet meg van számozva. Ilyen számkódok alapján hívjuk a jeleneteket. Ebben ennyi ember kell, ezek kellenek, erre, arra, arra. Ennyi jelenet, ennyi helyszín, annyi helyszín, blablabla. Bla, bla. Ezek a stábtagok kellenek, azok kellenek. Ez egy fél nap lesz, ez egy izé lesz. Gyerekszereplő megbonyolítja, állatszereplő megbonyolítja, tömegjelenet megbonyolítja. Tehát minden, autós jelenet. Mi kell majd hozzá a post-productionbe, hogy a izébe ott legyen a vágó forgatáson, vagy ne legyen ott a vágó forgatáson. Az adott projektet. Szóval csomó kurva sok listára készül, és ezek alapján, a listák alapján elkezdődik a pre-production. Elkezdjük összeszervezni a helyszíneket, a dolgokat. Ezután jön a casting, hogyha nincs még valamelyik szereplő, vagy a főszereplő, tehát nyilván akkor ugye meghirdetjük, itt ott amúgy, ilyen meg a forrásokból, haverok, belerakod a barátnődet, a barátodat, apukádat, anyukádat, meglátsz egy jó arcot az utcán. Az is ilyen sok. Mindenki találkozik. Főleg még ilyen első film, amikor csak kezdett. Azt hiszem a James Cameron mondja, hogy vagy a rapper, aki találsz, aki egy érdekes arc, egy érdekes arc, barátnődet, család, bárki, mindegy. Mert filmben jól fog kinézni. Tehát ez nem olyan, mint a színház.
hogy ez kell bármiféle experience, vagy bármi izé, mert nem az viszi előre, hanem a rendezőnek a produkcióra. És ugye olyan emberekről tudunk a film történetében, aki ezek nem legendám, tényleg úgy jött, hogy húzta a kábelt a forgatáson, és vajon nézve ki. Te vagy a jó, magasságú ember erre. Te vagy a John Wayne, a nagy cowboy. Van egy harcod. És akkor ő lett a John Wayne. Ezt nem értek iskolába, tehát filmszínészetet, ezt meg egyetem filmmezik és filmes szakmákat, ezt a 60-as évekig nem tanultuk. Ugye a film az egy ilyen vásári műlagosságra kintúl, az egész egy utakvá. Az érdekli az embereket, 90-as évek elején, hogy ilyen magad, jéj emberek vannak, ez nem tudod, ez egy érdekes. Ezek elkezdenek játszani valamit. Basztori. Ezek elkezdenek megszólalni. És amit is kezdenek a filmesek. Az, hogy elkezdenek kísérletezni, művészi értéket adni ennek az egésznek, az ahhoz egy 20-30 évnek elkezdenek. A film történet elején 20-30-as évek jön az orosz montázsiskola, a szovjetek, a francia lévei realizmus, Casablanca, adaptálnak rengeteg az elején, ugye már akarják tudni színházhoz, irodalomhoz, ami már befutott, megalapozzák státuszát. És utána, 50-es, 60-as években jön a nagy európai művészfilm, az Potörök, akik azt mondják, hogy ez igenis művészet is lehet a film, és megcsinálni lehet a művészetet, és akkor jönnek ilyen Fellini, Antonioni, Erman, Ancsó, akiket nem érdekel a szórakoztatás, nem érdekel a pénz, akik nem a hollywoodi rendszerben alkotnak, hanem megcsinálják a vízióját maguk állandó embereivel élet a sztorikkal, és teljesen máshogy viszonyuk az egészet. Na jó, tehát jön a casting. Ugye Breakdown ugye van a castingnak, a castingban a róloknak, tehát mindenkiről elmondjuk a fizikai adottságokat, mit keresünk, és akkor elkezdünk castingban. És aztán megírjuk a hölgyeket a kanapéra, és aztán teszteljük a fizikai adottságokra is. Nem feltétlenül. Nem voltak nyisztők. Van egy külön casting direktor van ugye a filmekben. Egyébként kipárnak. Tehát ők csinálják, asszisztensek minden, behívják, fölveszik, megkamerázzák. Ugye nagyon nehéz dolga van a castingban a színésznek, mert olvas a jelenetet, olvasni kell, de aki vele szemben olvas, ugye a párja, az általában csak egy ilyen asszisztens, a casting izének, aki másik idegen. Aha. Tehát erre elég nyílt. Na nem mindegy, valami alapján eltől, hogy az az ember nekedül a Kafka. És akkor összeállt a cast. Az a párhuzamosan, hogy megy a pre-production, ez a sok production hülyeség, a rendezője válogatja, de mondjuk itt ez a föl, szeret a színészekkel dolgozni, és akar, érdekli, fontosnak tartja, fontos a filmben a színész alakítás, elkezd vagyunk próbálni. Ez színházi dolog szerintem, tehát ugyanazokat a dolgokat végigjátszák, mint mondjuk egy színházra készülne, végig elemzünk a scriptet, character breakdown-ok, backstory-t adnak nekik, jeleneteket kipróbálnak, improvizálnak, de kiépítünk is egy itt még nem játszik szerepet semmi technika. Próbálnak, rendezővel válogatja, és ugye a színész technikák közül, hát itt a Stanislavski, a Meissner, meg a Strasberg. Mi? Ami meg a Stanislavski, a Meissner, meg a Strasberg. Ugye a Strasbourgben nyilván ez a method, a Meissner nagyon szeretik, mert ugye az in the moment, csak a társadra figyeljen, nincs más egy jelenetben, csak a másik embernek a személyi, azt a Michael is ezt írja, hogy itt ezen a szemben, erről szól az egész filmcsinálás, minden itt van, ezen minden látszik, minden egyes
gondolaton néző számára minden érzelem, és amikor benne vagy egy jelenetben, akkor egyetlen dolgot kell csinálni, hogy a partner személyre érkezik rá. We hang out each other's eyes. Csak akkor difficult, amikor nincs partner, csak elindulják a kamerát. Akkor a kamera partner. Ja. A hát kamera... Hát most itt ötemben, mert hogy... De minden megszólalásnál van, hogy van a partner. Igen. Amikor megyünk közel, eljövünk közel, nem akkor van. És például egy ilyen forgatók, mondjuk elkezdik egy pre-production-nak hasonló, mi az a pont, amikor mondjuk egy időhatárt, vagy már a legelén szabnak egy időhatárt, egy deadline-t az egésznek, hogy mikorra kell készülni? A pénz szabja meg. A producer azt mondja, hogy gyerekek, pre-productionben van egy budget, ennyi a... Aha. Ekkor meg akkor elkezd összeszólni. Ha nem tudja teljesíteni a rendezvényt, egy pre-production. Én gondolom, nem vagyok annak ilyen csúszások, hogy ezt jelent, hogy nem sikerült ennyi idő alatt felvenni, mert ennyi idő alatt felkeresni. Van. Megint csak a projektet válogatja, Hollywoodban például nem lehet. Na igen. Tehát Hollywoodban ott ül a forgatáson, a stúdiónak a képviselője, van egy ilyen completion guarantor, hogy a banktól jött és aki számolja a pénzt. Minden nap végén progress reportot kell neki adni, hogy mi forgott le, mennyi van még hátra, hogy állunk. És akkor az alapján ő jelentéseket küld a stúdiónak, és hogyha nem vagyunk rá schedule-ön, akkor elkezdenek beszélgetni a rendezővel, akkor valamit kirúgjanak. Meg pultot vág, ugye ez a másik, hogy a stúdió azt mondja, hogy ez nem kész. Lezárja az egész pucetet. Nem, mint meg. Nincs tovább. Meg, hogy nem olyan irányba halad a produkció, amilyen velük elképzelték. Mármint ez mit jelent, hogy ez pénzügyileg, vagy hogy ez az időben? Nem, én ezt értem, csak hogy az, hogy nem olyan hét irányba halad, ez azon túl, hogy mondjuk időben nem ott tart, a pénzben nem ott tart, azt is jelentheti, hogy